egyházi fenntartású általános és középiskolák is tiltakoznak az új nemzeti alaptanterv ellen. A pedagógusok szakszervezete kifejezetten örül annak, hogy az állami többlettámogatás ellenére a tanárok arccal és névvel kimerik mondani kritikájukat a NAT-tal szemben. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint paradox, hogy sokan a bevezetés ellen küzdenek, miközben az új alaptanterv az egyik megoldása a tanári terhek csökkentésére. A Pesti Piarista Gimnázium oldalán olvasható az a felhívás, amelyet több tucat egyházi fenntartású iskola több száz tanára írt alá. Az állásfoglalás üdvözli a magyar közoktatás megújításának szándékát, de kritikát fogalmaz meg arról a hatalmas tananyagmennyiségről, amely ellehetetleníti a korszerű pedagógia érvényesülését. Legkirívóbb példaként említi a magyar irodalom tantárgyat, ahol csökkentett óraszámban kellene az eddiginél is több tananyagot megtanítani. A HVG értesülései szerint már több egyházi vezetőt is arra kértek kormányzati illetékesek, hogy határolódjanak el a NAT-ot kritizáló nyílt levéltől. A pedagógusok szakszervezete viszont üdvözli az egyházi iskolák kiállását. A pedagógusok szakszervezete végtelenül tiszteli azokat az egyházi fenntartású iskola pedagógusait, akik szakmai szempontok alapján fogalmazzák meg véleményüket a NAT-tal szemben. Azt tudjuk mondani, hogy kifejezetten örülünk annak, hogy az állami többlettámogatás ellenére arccal névvel kimerik mondani kritikájukat az alaptantervvel kapcsolatban. Az Emberi Erőforrások minisztere egy hete jelentette ki, hogy a NAT szakmai konszenzus alapján hosszas társadalmi szakmai egyeztetés követően nyert el végleges formáját. Az állami televízióban pedig arról beszélt Kásner Miklós, hogy az alaptanterv segíthet abban, hogy a magyar közoktatás ismét a világ élvonalába tartozzon. Adott viszonyok között, adott feltételek mellett jó a NAT. Minden esetre tovább léptünk az előző nemzeti alaptantervtől abba az irányba, amelyik afelé a cél felé mutat, hogy a magyar közoktatás ismételten a régió legjobbja legyen, és kerüljön vissza a világ élvonalába. Az EMMI friss közleményében kifejti, paradox, hogy a bevezetés ellen küzdenek, miközben az új NAT az egyik megoldás a tanári terhek mérséklésére. Az új nemzeti alaptanterv ellen először egy pécsi gimnázium szólalt fel, majd a bevezetést ellenzőkhöz csatlakozott a Magyar Tudományos Akadémia, több egyetem irodalomtudományi kara, gimnáziumok és a nemzeti pedagógus kar is. Volt, aki az ideológiai világnézeti kérdések miatt emelte fel a szavát, más a hatalmas tananyagmennyiség miatt. Akár csak azok a tanárok és diákok, akik péntek délután a Hősök terén alkottak élő feliratot, amiből a No Not volt kiolvasható.